A Big Bull alagút. A Virginiában található rövid vasúti alagútnak van egy rokona is, a Little Bull. A Big Bull alagút történelmében hivatalosan két ember van, akik az alagútban haltak meg. Az egyiket megskalpolták 1901-ben, a másik pedig leesett a vonatról 1904-ben. A helyiek azonban azt állítják, hogy már korábban is jártak szellemek az alagútban. Erről szól az a legenda, melyet 1905-ben kaptak fel az emberek. Ez azzal kezdődik, hogy egy vonat lerobbant az alagút bejáratánál, az egyik mozdonyvezető azonnal ugrott, hogy visszarohanva figyelmeztető jelzéseket tegyen ki az alagút másik oldalán, ám nem sokkal később elsápadva tért vissza, és arról számolt be, hogy egy furcsa hang azt mondta, hogy itt senki sem haladhat át. A mozdonyon tartózkodó másik két ember elindult a társukkal, hogy utána járjon a jelenségnek, ekkor a falakból hörgéseket és halálsikolyokat hallotta. A trió legbátrabb tagja hangosan rákérdezett, hogy mi folyik itt, a válasz nem maradt el, és egy rejtélyes hang azt felelte, hogy távolítsátok el ezt a szörnyű súlyt a testemről, míg egy másik hang arra panaszkodott, hogy a véremet isszák. A három munkás nem menekült el, hanem rés után kezdtek kutatni a falon, mert azt hitték, hogy valaki segítségre szorul, vagy szórakoznak velük, ám hiába kutattak, semmit és senkit se találtak. A munkások gyorsan elmentek innen, és az emberek azóta is furcsa dolgokról számolnak be. Egy fiatal lánnyal kezdődött a Niagara vízesés mellett található Screaming alagút története. Az esetről nagyon sok legenda kering, de egyben mindegyik azonos, abban, hogy a kislány az alagúttól délre lévő farmon élt. A történet szerint egy sötét éjszaka kigyulladt a ház, mire a lány rohanni kezdett az alagút felé, miközben a ruhái ráégtek a testére. A lány még elérte a bejáratot, majd a járatban összeesett és meghalt. Egy másik legenda szerint a saját apja gyújtotta fel, aki nagyon durván viselkedett vele. Ennél is brutálisabb szóbeszéd, hogy az alagútban megerőszakolták a lányt, majd a tettes felgyújtotta, hogy így tüntesse el a bizonyítékot. Állítólag, ha az alagút közepén meggyújtanak egy szárgyufát, az egyből elalszik, majd rögtön hallani lehet a haldokló kislány sikoltozását. Hószek alagút. Massachusettsben található a nem éppen precíz mérnöki munkával létrehozott alagút, amit 1876-ban adtak át, és ezzel 40 évre ez lett Észak-Amerika leghosszabb és a világ második leghosszabb alagútja. A 19. század elején még nem voltak olyan biztonságosak a munkakörülményei, mint napjainkban, ezért a hegy belsejében történő robbanások több kárt okoztak, mint hasznot. Ennek köszönhető, hogy mire elkészült az alagút, addigra új becenevet kapott, ami a gyilkos alagút volt. Ezt azzal érdemelte ki, hogy 24 év alatt több mint 190 ember halt meg itt. A rengeteg munkahelyi baleset közül 1867. október 17-én történt a legrosszabb, ekkor történt, hogy valamilyen ok miatt gáz kezdett szivárogni, aminek következménye az lett, hogy egy gyertyalángja olyan erejű robbanást okozott, hogy a főjáraton végig söpörve azonnal megölt 13 embert. Később leküldtek az alagútba egy munkást, hogy vizsgálja meg az esetet, mikor az illető visszajött, zavartan mondott annyit, hogy nincs remény, ezt követően az aknát elárasztó víz felszínre hozta a darabokra szakadt testeket. A Hószek alagút szellemtörténetei már az alagút átadása előtt elterjedtek. Az egyik ilyen legenda arról szól, hogy 1865-ben három robbantó mérnök, Brinkman, Nash és Kelley a járatban dolgoztak, mikor Kelley túl korán gyújtotta meg a detonátort, és ezzel megölte a két kollégáját. Ám hamarosan nyomtalanul eltűnt az alagút mélyén. Később megtalálták a megfojtott holttestét, de a gyilkosa sosem került elő. Egyes vélemények szerint Brinkman és Nash barátai álltak bosszút. A paranormális jelenségekben hívők azonban úgy vélik, hogy maguk az elhunyt lelkek ölték meg a munkást. A beszámolók szerint nem minden kísértet akart gonosz dolgokat tenni itt. Az 1970-es években például egy Joe Impoco nevű munkás állította, hogy egy rejtélyes hang figyelmeztette többször, hogy veszélyben van. Ez mentette meg a férfit attól, hogy átmenjen rajta egy vonat. A Shanghai alagút. A 20. században Portlandben gyakori volt az olyan emberrablás, amiben férfiakat vittek el, és tartottak fogva azért, hogy Ázsiába tartó hajókon dolgozzanak, a nőket pedig prostitúcióra kényszerítették. A helyiek még most is úgy gondolják, hogy az áldozatokat a Portland óvárosa alatt található alagútrendszerben tartották fogva az emberrablók, bár erre nincs valódi bizonyíték. Ez azonban nem rettenti el a kísértett vadászokat, akik a legenda miatt járnak ide. Közülük legtöbben egy fehér ruhás nőről beszélnek, aki néha megjelenik, míg máskor durva férfi hang biztatja a kíváncsiskodókat arra, hogy menjenek el, vagy ellenkezőleg maradjanak.
Egy másik szellemet az alagút rendszerekben túrákat levezénylő Joshua jelentett be, ő egy 9 éves kisfiút látott, aki egy üres pénzgyűjtő edénnyel bolyong. Moonville alagút. Az Ohio államban található városra valószínűleg már senki sem emlékezne, ha nem lenne ott egy vasúti alagút, mert anélkül nem is létezne a település. Az alagutat akkor építették, amikor az egyik környékbeli birtokos felajánlott egy kisebb földrészt a sajátjából arra, hogy az éppen építkező vasúti társaság le tudja fektetni Cincinnati felé a sineket. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy szenet és agyagot hozzanak a környékre, amit néhány akkoriban kialakuló település használt, így Moonville is, aminek a népessége 1870-ben alig ért el a 100 főt. Az alagútban lévő vasúti pálya azonban úgy nézett ki, mintha valaki direkt halálos csapdát akart volna tervezni. A nagyon vékony sinek egy rozoga állványon voltak végigvezetve, ami egy szakadék felett haladt át. Bár a szerkezet életveszélyesnek nézett ki, mégis a pályaszakasz nagyon fontos részévé vált a vasúti közlekedésnek, leginkább amiatt, hogy körbejárta az egész völgyet. Azonban legalább 5 embert elgázolt a vonat ezen a környéken. A halálos balesetek közül a legemlékezetesebb 1986-ban történt, mert ehhez kapcsolódik a legtöbb kísértett történet is. Némelyik verzió szerint egy részeg ember az alagútban vetett magának ágyat, egy másik legenda szerint nagyon kemény tél tombolt a városban, ahol kezdett kifogyni az élelmiszer. Mivel a vonatok csak keresztül mentek a településen, de nem álltak meg, ezért néhány helyi lakos úgy döntött, hogy lámpát ragadnak, bemennek az alagútba, és megállásra kényszerítik a szerelvényt. A csapat kiválasztott egy szerencsést, aki megpróbálkozott az akcióval, ám tragédiával végződött számára a küldetés, mert a várakozás közben elaludt, a vonat pedig keresztül robogott rajta. A helyiek beszámolója szerint ez a lámpás ember még mindig ott van az alagútban, hogy megállítsa a vonatokat. Némelyik információ szerint a vasúti társaság egy jelzést telepített az alagút bejáratára, ami arra utasította a munkásait, hogy hagyjanak figyelmen kívül minden villódzófényt, ami a vasúti átjáró környékén történik. Szenzabúg alagút. A legenda szerint Ed egy hajléktalant engedett az otthonába, ám a nincstelen megpróbálta ellopni a jótevője kincseit, ezért Edward agyon akarta lőni egy puskával. A tolvaj azonban felkapta egy csecsemőjét és őt használta élő pajzsként, majd elmenekült. Amikor biztonságos távolságba került, akkor a hajléktalan belefojtotta a kisbabát az alagúton átfolyó patakba. Egy másik legenda szerint nem volt hajléktalan, hanem Ed Shenshabaugh rendkívül gonosz emberként élte az életét és megölte az egész családját, majd holttestüket az alagútba rejtette. A történetek tehát megegyeznek abban, hogy a kislány meghalt, és napjainkban is a Shenshabaugh alagútban kísért. A helyi legenda szerint, ha az autó motorját leállítják az alagút közepén, akkor hallható a csecsemő sírása. Néhány beszámoló szerint a motort nem lehet újraindítani, és akár Edward Shenshabaugh lépteit is lehet hallani, vagy a visszapillantó tükörben meg lehet látni, hogy közeledik a jármű felé. Egy paranormális jelenség után kutató csoport úgy tartja, hogy az alagútban nagyon gyenge a kísértetek fellelhetősége, ezért előálltak egy sokkal egyszerűbb történettel, ami megmagyarázhatja a járat hírnevét. Ez úgy szól, hogy Edward Shenshabaugh csak öregkorában halt meg, és egyik gyermekét sem ölték meg csecsemőként. Az öreged életét vandál tinédzserek nehezítették meg, mert azok használni kezdték az alagutat a saját kedvük szerint. Ennek azonban megvolt a maga szórakozása, egy olyan fegyver, ami remekül utánozta az állatok hangját. Ed azzal ütötte el a békés nyugdíjas napét, hogy elbújt az alagút egyik végében, és amikor valaki belépett, rémisztő sikollyal töltötte meg az egész járatot, puska segítségével.